Kinél emlékeznek Kántorra, a leghíresebb magyar nyomozókutyára? Bár a bűnüldözés és a nyomozás technikája jelentős fejlődésen ment keresztül, a rendőrt kutyák fontossága semmit sem csökkent. Nagy hangsúlyt fektetünk a kutyavezetők tevékenységére. A nyomkövetésben, kábítószerkeresésben legfőképpen mi ilyen kutyákkal is rendelkezünk itt a megyében. Egy kutya kiképzése attól függően, milyen területen használják, 3-6 hónapig is eltarthat. A rendészeti védelemtől a kábítószer felkutatásig számos szakterületen elképzelhetetlen a sikeres munka nélkülük. A személyazonosítás, a szagazonosítás területén belül személykeresés nagyon sok olyan területen alkalmazható, amit a legújabb műszerekkel, eszközökkel sem lehet kiváltani. A mostani programban a társszervek képviselői is képet kaphattak a Tolna megyei rendőrkutya állomány felkészültségéről. És persze arról sem szabad elfeledkezni, hogy a kutya elsősorban barátja, és másodszorban csak beosztotja a vezetőjének. A kutyának egy, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, egy, hát mindegy Isten úgy tekint rá, és néha látszik is, amikor leül a kutya mellé, és csodálva nézi a gazdit, hogy most mit is kelljen csinálni. Tolna megyében 11 rendőrkutya és 6 felvezető teljesít szolgálatot. A rendőrség a továbbiakban is hangsúlyt fektet a szakák fejlesztésére.